10 minuti di ritardo per un inconveniente sulla linea. Ricardo Perudinko, szevasztok, ez itt a Stúdiójáró Diari Ádámmal. Megérkeztünk a Nagy Firenzébe, Pitti Omót picit meglátogatjuk, megszemlézzük, megőrjáratozzuk, hogy erről fogtok látni szakmai anyagokat, rengeteg vágóképet, élményeket, hangulatot. Azt hiszem igen, úgyhogy menjünk is tovább. Kérlek szépen majd balra. Ez a Marosikán, mikor az öreg fölparancsol magával. Jó. Megoldottam ezt is. Rajtad múlik, tudod hol lennék most? Elmondom neked. Tápió Szecsör. Leköptél. Igen? Igen. Ha itt vagyunk a Pizza Michelében, ez Nápolyban akkreditáltan a világ legjobb pizzériája. Ugye szigorúan margarita dob, buffalo mozzarellával, egyszerűen ez zseniális. Ha nem láttátok még a nápolyi kis túránkat, akkor nézzétek meg, mert az egészen észveszélytő lett. De most újra egy picit megkóstoljuk kicsit ezt a nápolyi életérzést itt Firenzében, a dom közelében, úgyhogy minden tömre ennyi. Ennek a napnak is vége, megindul a stílusőrjárat holnap Firenzében nagyon hangos, markáns léptekkel, és megnézzük, hogy az idei év mit tartogat színekben, formákban, mik a trendek, mi azok a stílustani, szabászati dolgok, amik érdekesek lehetnek. Meglátjuk. Marosi, ne szédeleg, az Isten szeremét, ízét cipcakba jársz. Szevasztok! Szevasztok, megérkeztünk a Pittire. Itt történik koncentráltan, ahol a dollármillió eurók gazdák cserélnek, itt történik az a vásárnak az a központi része, ahol a pávák mutogatják magukat, leülnek a hidegre, megállás nélkül, csak arról szól a történet, hogy legalább egy olyan fotó készüljön róluk, amit valamilyen híres blog, web éppen fel fog tenni róluk. Itt egy fotóért akár 4-5 órán keresztül ülnek. Ez a központi része, itt mutatja meg magát mindenki. És most bemegyünk abba a pavilonba, ahol három szinten a világ legjelentősebb szabóságai, inkészítői, cipőkészítői, a legnagyobbak mindig bemutatják a szezonban, a következő szezon kollekcióit, különböző anyagfejlesztéseket, és rengeteg olyan koncepciót, amiben mindig próbálnak megújulni, mert akármilyen hihetetlen, azért a klasszikus öltönyök, ingek, cipők világában is vannak trendek, megújulások.
persze. Mai nap egy izgalmas napon vagyunk túl. Pittit kicsit megkóstoltuk, megcinógattuk, hihetetlen élményekkel lettünk gazdagabbak. Minden, amiért jöttünk, azt megkapunk. Új üzleti partnerek lesznek, koncert, a karkötő, olyan cipőápolási termékek, hogy megnyalom én is a szám szélét. De holnap új nap, új lehetőség. Marosi, hozzáfűzve valami? Most nem lehet bedohányozni, de nyilván gyújtsál rá. Tehát ezt... Nézzen ide! Fotozzál! Egy kemény estén vagyunk túl, amit hát elég archív módon örökítettünk, most pedig megyünk Ennióhoz, ugye a Szent Gregori Szabóság tulajdonosa, az vezetője, ez akivel a közös kollaborációnk van. És tegnap este pont itt sétáltunk el a Palazzo Pittinél, ahol az első Pitti homo volt, és az elején itt masíroztak föl alá a pávák, itt állítottak ki, ugye ez a 96. Pitti homo, tehát közel 45 éve van, évi szinten kettőször, télen és nyáron, úgyhogy ez egy érdekes dolog volt, ezt én sem tudtam, megmondom őszintén, úgyhogy most gyertek! Haré! Csávon Csajna! Buongiorno, Tito! Buongiorno! Ciao! Utolsó állomásunk egy varázslatos, reneszánszkori palotába vezetett, ahol a Szent Gregori bemutatta a legújabb privát kollekcióját, amit Tito Allegretto, Olaszország egyik legmenőbb dizájnere tervezett. Nagyon jól megfigyelhető ezek a kerek, puha vállak, ami a nápolyi bispo kultúrának a védjegye, ez a vintage hangulat, mosott, struktúrált anyagok mernek színeket használni, hiszen a bispo kultúra az nem a merevséget jelenti. Attól, hogy egy öltöny a legmagasabb minőségben készül el, attól még lehet laza, puha kidolgozású, ez a kétsoros kabáton is tökéletesen látható. A földszínei, vagy akár egy markáns, sötétkék, úgynevezett dark chic hangulatra építve, és ez a fajta dandizmus, ami azt gondolom, hogy a jövőnek az egyik üzenete a modern gondolkodó férfié. Ciao Tito! Ciao!